Egy hónappal harmadik Károly királlyá koronázása előtt az Egyesült Királyságban felerősödtek a monarchia ellenes hangok. Nagy csütörtökön több tucat tüntető fogadta az uralkodót az anglikán egyház egyik legfontosabb központja, York székesegyháza a York Minster előtt. A tiltakozók nem az Én királyom feliratú transzparenseket tartottak kezükben. Odabent Károly nejével Kamillával az évszázados hagyományoknak megfelelően ezüstpénzeket ajándékozott kiválasztott alattvalóinak. A tradíció szerint az uralkodó eddig betöltött teljes életéveinek megfelelő számú, azaz 74 férfi és 74 nő vehette át a piros és fehér tárcákba rejtett érméket. A pénzt az egyháznak nyújtott hozzájárulásukért kapják a magánszemélyek, és ezzel ismerik el a helyi közösségért tett szolgálataikat.